A törökök mezővárosként találtak Madarasra, mely a hódoltság alatt elpusztult. A 18. században újra virágzik a település, mely ekkora Latinovics család birtoka. Ebből a nemzetségből származik neves színművészünk Latinovics Zoltán is. Tiszteletükre emléktáblát helyeztek el az általuk épített templomban, melynek híresek festményei, freskói. A szentélyben található Éber Sándor alkotása, a mellékoltáron pedig Tánmór képe. A madarasiak a múltnak adózva 2000-ben milleniumi parkot építettek, ahová az ország minden megyéjéből és a határon túli magyar lakta területekről hoztak egy maroknyi földet. Bács-Kiskun megye legdélebbi részén, közvetlenül a jugoszláv határ mellett van Csikéria. A tó túloldalán néhány száz méterre van Szabadka, amihez 1924-ig Csikéria is tartozott. Ez a vasút is odavitte az 50-es évek végéig az utasokat. Ekkor több mint 2000-en éltek itt, jelenleg 962-en. Nincs munkalehetőség, a falu lassan öregszik. Az idős emberekről való gondoskodás egy napközi otthon létrehozásával régi álma az önkormányzatnak, a pénz azonban kevés. Bajától 22 kilométerre, a Nemesnádudvarra érkezőt nem mindennapi látvány fogadja. A hosszú pincesor virágzó szőlőtermelésre utal. A szőlő és borkultúrát az ide telepített németek hozták magukkal az 1720-as években. A nádudvari bor a környéken termő homokinedűk közül ma is az első helyet foglalja el. A községben sokáig a mezőgazdaság volt az egyetlen megélhetési forrás, a szőlő hozta a pénzt. Ma jól menő faipari vállalkozások működnek, köztük nem egy, 200-300 embert is foglalkoztat. Nemesnádudvaron szinte alig van munkanélküli. A családi kapcsolatok és a jó bor híre ide vonza a külhoniakat és a magyar turistákat egyaránt. A környező településekről pedig szívesen látogatják az itteni horgászvizeket. A jugoszláv határtól 8 kilométerre, Bajától délre van Dávod. A 2400 lelkes falu az utóbbi években szinte erőn felül fejlesztett. Két éve 80 apróságnak óvoda épült. Ide járnak ebédelni egy 400 adagos étterembe a kisiskolások, és ugyancsak ebben az épületben oldották meg az idős emberek nappali elhelyezését is. Az itt élők zöme a mezőgazdaságból él, de újabb és újabb munkalehetőséget kínál a vendégvárás. Eljönni pedig érdemes Dávodra. Az utolsó simításokat végzik az idei strandnyitás előtt. A gyógyvíz gyomor, mozgásszervi és nőgyógyászati betegségekre ajánlott. Német, svéd és jugoszláv vendégek jönnek ide gyógyulni. Az üdülővezetben pedig szinte az ország minden részéről van telek és üdülő tulajdonos.